Fűtési szezon, már több mint 1300 lakásban fűt a Nyírtávfű Kft. Vége a parlagfű virágzásnak, idén kevesebb volt a pollen a megyében. Idősek világnapja, az önkormányzat is megemlékezett a nyugdíjasokról. Ez a Nyíregyházi Televízió híradója, jó estét kívánok! Már több mint 1300 lakásban és 15 közintézményben kérték a fűtést Nyíregyházán, miután a napi középhőmérséklet 13 fokra esett vissza. Szeptember 15-én hivatalosan is megkezdődött a fűtési szezon, a Nyírtávfű Kft. A lakossági igények függvényében bármikor el tudja indítani a szolgáltatást. A távhőtörvény értelmében néhány éve már szeptember 15-e a hivatalos fűtési szezon kezdete. Ez azt jelenti, hogy a helyi szolgáltatónak ettől az időponttól biztosítania kell a fűtés beindításának lehetőségét. Az elmúlt évben az enyhe időnek köszönhetően csak október 20-án fűtöttek, viszont 2013-ban szeptember végén már az egész városban beindították a szolgáltatást. A külső hőmérséklet a tegnap előttihez képest egy fokot hűlt, 13 Celsius fok körül van a külső átlaghőmérséklet, és a fűtött lakásszám az duplájára nőtt a tegnap előttihez képest. Ez azt jelenti, hogy most már több mint 1300 lakást és 15 közületet fűtünk, ez 16 000 lakásból tesszük, van érdeklődés, több megrendelő van már diszpécser szolgálatunkon, és ezt folyamatosan teljesítjük. A fűtés beindítását írásban kell igényelni a Nyírtávfő Kft. Ügyfélszolgálatán személyesen, e-mailben vagy telefaxon. A szolgáltató az igénylést követő 4 órán belül el tudja indítani a fűtést. A Nyírtávfő Kft. A nyári karbantartási munkákat a megszokott ütemezésben elvégezte, a fejlesztési beruházásai pedig egy nyertes pályázatnak köszönhetően kibővültek. Az Országzászló téren, valamint a Kossuth utca és a Ferenc körút csomópontjában még most is folynak távhővezeték rekonstrukciós munkálatok, amelyek során az alapinfrastruktúrát cserélik ki. Ezek egy műszaki kiváltásnak köszönhetően a környező épületekben a fűtés beindításának lehetőségét nem befolyásolják. Amennyiben az időjárás engedi, a jövő héten az Országzászló téren még kijavítanak egy korábban feltárt hibát. Véget ért az idei parlagfű szezon. A gyomnövény a nyári hosszantartó száraz melegnek köszönhetően kevesebb ideig szórta a pollent, így életciklusa még az első fagy beállta előtt befejeződött. Az egész megyében kevesebb volt a sokak életét megkeserítő növényből, de azért így is 1 millió forint körüli bírságra számíthatnak a gondatlan földtulajdonosok. Ebben az évben kevesebb gondot okozott az allergiásoknak a parlagfű. A nagy aszály ugyanis nem csupán a kultúrnövényeket károsította, hanem a parlagfű élettanára is jelentős hatással volt. A hosszantartó száraz meleg miatt fejletlenebbek voltak a növények, elcsúszott a virágzásuk és kevesebb pollent szórtak. A tenyészidő is lerövidült, a maghozás hamarabb beindult, ami azt jelenti, hogy a beporzás után magot képez a növény annak érdekében, hogy túlélje a következő időszakot. A korai maghozással megszűnt a pollenszórás, ezt már érzékelhetik az allergiások is. A parlagfű szezonnak mondhatjuk, hogy a pollenszórásnak vége van. Az azt jelenti, hogy a maguk képződés már megindult egy jó 3 hete, igazából le is csökkent a pollenszám, összességében már most parlagfű pollennel nem találkozunk, illetve hát most az első fagyok, a hideg éjszakák már nem kedveznek a parlagfűnek, befejezi már száraz töveket, természetesen elszáradt töveket is találtak a biológus kollégáink, ami befejezte az életciklusát. A heteken át tartó kánikula miatt érezhetően kevesebb parlagfű volt az idén, ezért ezen a nyáron kevesebb bejelentés érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalhoz, de hatékonynak bizonyult a gyomnövény írtása is. Augusztusban a megye egész parlagfű szempontjából érintett területét megvizsgálták légi felderítés során a szakemberek. A fertőzött táblák száma az elmúlt évekhez képest kevesebb volt. A szakemberek mintegy 25 parcellában találtak virágzó gyomot, amelynek tulajdonosaira bírságot szabtak ki. A terület nagyságától függően 15 000 forinttól 5 millió forintig emelkedett az összeg.
A parlagfüvet nem csupán légi felderítés során kutatták a növény- és talajvédelmi osztály munkatársai, hanem lakossági bejelentéseket, valamint a földhivatalok bejárásait is figyelembe vették. Ezek alapján eddig több mint 660 ezer forint bírságot állapítottak meg, de az összeg még emelkedhet, hiszen egyes területek tulajdonviszonyainak tisztázása még folyamatban van. A hatóság előre meghatározott intézkedési terv alapján próbálja meg visszaszorítani a parlagfű terjedését, mellette pedig a fiatalokat is arra nevelik, hogy foglalkozzanak ezzel, a sokak életét megkeserítő gyomnövénnyel. Általános és középiskolásoknak előadásokat, bemutatókat szerveznek, ahol a szakemberek arra hívják fel a gyerekek figyelmét, mit tehetnek meg annak érdekében, hogy évről évre kevesebb parlagfű legyen a földeken és környezetükben. A jövő évtől Nyíregyházi Egyetem lesz az eddigi nyíregyházi főiskola. Többek között ezt tartalmazza az oktatási törvényeket módosító csomag. Januártól alkalmazott tudományok egyetemeként működik az eddigi budapesti gazdasági főiskola, a Dunaújvárosi Főiskola és a Nyíregyházi Főiskola. Júliustól pedig szintén ebbe a kategóriába tartozik a Kecskeméti Egyetem és az Eszterházy Károlyi Egyetem is. Az idősek világnapja alkalmából színvonalas kulturális programmal köszöntötte a Nyíregyházi Önkormányzat a nyugdíjasokat. Az ünnepségen elhangzott, a jövőben hétfőnként a korábbi kedvezményeken túl további árengedményekkel fürdőzhetnek a nyugdíjasok a Júlia fürdőben és az Aquarius élményfürdőben. Tánccal és énekszóval köszöntötték a szépkorúakat a legapróbbak az idősek világnapja alkalmából, csütörtökön délután a Váci Mihály Kulturális Központ hangversenytermében. Az ünnepség csak egy azon támogatások sorában, amellyel Nyíregyháza önkormányzata nyugdíjasainak megbecsülését fejezi ki. Elsősorban szociális téren, kiterjedt hálózattal és szolgáltatási körrel szolgáljuk ki az időseket, illetve azon belül a nyugdíjas korúakat. Ez egy nagyon fontos alappillér. Ezt részben az önkormányzat saját intézményrendszerén keresztül nyújtja, részben szerződéses partnereinken, egyházakon vagy akár civil szervezeteken keresztül. Ez nagyon fontos. A kötelező feladatokon túl egy sor önként vállalt feladattal igyekszünk az időseknek a mindennapjait kényelmesebbé, jobbá, szebbé tenni. A rendezvényen részt vett dr. Podlovics Roland, a Sóstógyógyfürdők ZRT vezérigazgatója is, akinek egy régen várt bejelentése ugyancsak a városi gondoskodás egyik formája. Ezért idén azzal kedveskedik a Sóstógyógyfürdők ZRT a nyíregyházi időseknek, hogy egészen év végéig minden héten a hét első munkanapját, a hétfőt időskorúak hétfőjévé teszi. Ez azt jelenti, hogy a Júlia fürdőben 900 forintért, míg az Aquarius élményfürdőben 1200 forintért várjuk minden időskorú nyíregyházi vendégünket. Nyíregyháza szépkorúi is úgy érzik, a város gondot visel róluk. Itt nagyon nagy figyelmet fordítanak a nyugdíjasokra, és hát azt is mondhatom kis túlzással, vagy talán érzelmi töltettel, hogy szinte babusgatják a nyugdíjasokat. Nagyon sok nagyszerű rendezvény van, ami kimondottan erre az életkorra van irányítva, olyan akciók, ami minket érint, és hát nagyon sokan kihasználják, és nagyon jól használják ki, mert hát anyagi értelemben is jelent segítséget. A Nyíregyházi Önkormányzat által szervezett eseményen résztvevő nyugdíjasok előadást hallhattak a Sóstógyógyfürdőn elérhető gyógyászati ellátásokról. Forró hangulatot varázsolt a színpadra a Szabolcs Díjese New Orleans című produkciója. De felléptek a Móricz Zsigmond Színház színművészei is. Az ünnepi műsort követően egészségügyi szűrővizsgálattal és orvosi tanácsadással várták az érdeklődő szépkorúakat. A Sóstói erdőben tartották meg a Kiből lesz az erdész verseny városi döntőjét. A Nyírerdő ZRT által meghirdetett megmérettetésen 6 általános iskolás csapat vett részt, akik akadályversenyen bizonyították tudásukat és ügyességüket. A versenyt az Erdők Hete programsorozat keretében rendezték meg. Megint az erdei béka, az 2,
A kijavított feladatlapokat nézegetik a kisdiákok a sóstói erdőben. Ezt az elméleti kérdésekből álló kérdőívet kellett kitölteniük ahhoz, hogy bekerülhessenek a Kiből lesz az erdész akadályverseny döntőjébe. Nyíregyháza 8 általános iskolájából 39 csapat nevezett a városi versenyre. A döntőbe a legjobb 6 csapat került. Nagyon szeretem a biológiát, és hasznosnak tartom, hogy tudjuk az erdőt ápolni, és hogy ne romboljuk a környezetünket. A Nyíregyháza ZRT minden évben az Erdők Hete program sorozata keretében rendezi meg a nyíregyházi felső tagozatos iskolások számára, akiből lesz az erdész akadályverseny döntőjét. A verseny célja, hogy a tanulók megismerjék az erdőt, az állatokat és a növényeket. Azt szeretnénk, hogyha minél többet tudnának is az erdőről, szeretnének is az erdőben járni, és egy kicsit járjanak utána azoknak, amit eddig nem tudtak. Tehát elég nehéz feladatok voltak, megadtuk az irodalmat, hogy honnan lehet utána nézni, és 3 fős csapatokban volt annyi idejük, hogy ebből szépen felkészüljenek. A róka egy adott területen bújt el, nem is egy, hanem 55 darab. Ezen az állomáson rókavadászatra kellett indulniuk a kisdiákoknak. A sóstói erdő egy kis területén az avarban megbújó rókafarkakat kellett megtalálniuk. A 3 fős csapatokból álló versenyzők 6 állomáson mérték összetudásukat. Volt makkal célba dobás, madárodoba, erdővel kapcsolatos szavakból betűjáték, évgyűrűszámolás és dalfelismerés is. A kisdiákok elméleti és gyakorlati tudásukat is megmutathatták. A versenyre sokat készültek. Meg volt akadva, hogy az erdő élővilágát kellett tanulmányoznunk, és az internet, könyvek, tankönyv segítségével elég könnyen fel lehetett szerintem készülni rá, és érdekesek is voltak, amiket tanulni kellett, nem volt nagy megerőltetés. A verseny végén kiderült, kiből lesz az erdész. A megmérettetés résztvevői oklevelet kaptak, a legjobban teljesítő csapatok az erdővel kapcsolatos könyvekkel és társasjátékokkal térhettek haza. Még a fűtési szezon kezdetén sem késő ellenőriztetni a tüzelő-fűtő berendezéseket. Erre figyelmeztetnek a katasztrófa védelem szakemberei. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Tegnap késő délután a Debreceni út kivezető szakaszán egy forgalmi okokból fékező autóba rohant bele a mögötte érkező személygépkocsi. A balesetben személyi sérülés nem történt. Tegnap este a Lutherháznál a piros jelzésnél várakozó személygépkocsiba futott bele egy másik autó. Személyi sérülés itt sem történt. Ma reggel 4-es ráfutásos karambol történt az Orosi út bevezető szakaszán. 3 személygépkocsi állt egymás mögött, majd az érkező haszonjármű egymásba tolta őket. A balesetben jelentős anyagi kár keletkezett. A 41-es számú főúton Apagynál is hátulról ütköztek a járművek. Egy személyautóba futott bele egy haszonjármű. Személyi sérülés nem történt. Megkezdődött a körforgalom kialakítása Orosnál, a Vezér utcai közlekedési csomópontnál. A forgalmat jelzőrök irányítják, és forgalomkorlátozásra is számítsanak az arra közlekedők. Még a fűtési szezon kezdetén sem késő ellenőriztetni a tüzelő-fűtő berendezéseket. Erre figyelmeztetnek a katasztrófa védelem szakemberei. A gáz és vegyes tüzelésű kazánok nem rendeltetésszerű használata több kellemetlenséget is okozhat, a legvéső esetben pedig akár az emberi élet is veszélybe kerülhet. A távfűtéses lakásokban igény szerint már kérhető a fűtés, a hideg idő beálltával pedig egyre több egyéni megoldással rendelkező háztartásban is melegíteni kezdenek. A fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülék nem rendeltetésszerű használata, a szabálytalan kivitelezés, illetve a műszaki felülvizsgálat vagy ellenőrzés elmulasztása. A szakemberek szerint még mindig nem késő a tüzelő-fűtő berendezéseket és az égés termékelvezető rendszereket ellenőriztetni. Ha valaki nem az előírásoknak megfelelően használja ezeket a berendezéseket, komoly anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzeseteket idézhet elő, vagy akár robbanás is veszélyeztetheti az ott élők testi épségét. A tüzelő berendezésekben nem szabad például hulladékot égetni, mert nagyobb eséllyel rakódnak le káros anyagok a kéményekben. Az itt felhalmozódott kosztól gázok áramolhatnak vissza a lakásba. Ezek a veszélyforrások megfelelő használattal és kellő körültekintéssel teljes mértékben kiküszöbölhetőek. A fűtési szezonban még jobban oda kell figyelni a fűtőberendezésekre, hiszen előfordulhat az is, hogy visszaáramlik az égéstermék.
A zárt térbe jutó gázok, így a szénmonoxid is alacsony koncentrációban komoly veszélyt jelenthet. A szakemberek azt tanácsolják, célszerű az emberi életet szénmonoxidjelző készülékkel is védeni. Erre nagy szükség van ezekre a készülékekre a megelőzés szempontjából, hiszen 2014-ben a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság területén 13 esetben riasztották a tűzoltókat szénmonoxid mérgezéshez. Ebben az esetben a legtöbbet, amit tehetnek a bent lévők, ha még eszméletüknél vannak, hogy vagy ablakot nyitnak, vagy egyből a szabad levegőre távoznak és a lakást átszellőztetik, hiszen a rosszulét ilyenkor már egyre gyorsabban bekövetkezik ájulással, eszméletvesztéssel. A kéménytüzek másik negatív velejárói a fűtési szezonnak. Ezeket is megelőzhetjük, ha az ellenőrzésre érkező kéményseprőket beengedjük. Ők a füstelvezetőknél az égéstermék lerakódását nézik. A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területéhez tartozó 31 településre kéménytűzhöz 2014-ben 12-szer riasztották a tűzoltókat. Ezekben az esetekben főleg a vegyes tüzelésű kazánok okoztak problémát. A Magyar Röplabda Szövetség munkáját a női válogatott szintjére kell emelni. Erről beszélt dr. Kovács Ferenc, a szövetség új elnöke, a belga-holland közös rendezésű Európa-bajnokság helyszínén szurkolt a csapatnak és tárgyalt a nemzetközi vezetőkkel. Két hete annak, hogy Nyíregyháza polgármesterét megválasztották a Magyar Röplabda Szövetség elnökének, dr. Kovács Ferenc szerint sok a teendő, és meg kell erősíteni a sportdiplomáciai kapcsolatokat is. Ezért is utazott Antwerpenbe, ahol az Európa-bajnokságon szurkolt a magyar női válogatottnak, és tárgyalt nemzetközi vezetőkkel. Ez a feladat, hogy az egész röplabda ügyet, a szövetség munkáját erre a színvonalra emelni, ahol most a női válogatott van, és ezért dolgozni, illetve a női válogatottat is úgy támogatni, hogy ott is maradhasson ezen a szinten. Igazából ezért is mentem ki Antwerpenbe az Európa-bajnokságra, hiszen október közepén az Európai Szövetség elnökét is választják, ott Magyarországnak is szavaznia kell, és hát ilyenkor ugye rengeteg háttérmegbeszélés zajlik. Én meg ugye, mint új ember ebbe a körbe, hiszen akkor voltam egy hete megválasztott elnök, nyilvánvalóan meg kellett ismerkednem mindenkivel, illetve velem is meg akartak ismerkedni. Az elmúlt 10 évben a szövetségnél egy elnök sem töltötte ki mandátumát, mivel a szervezetnél sok volt a probléma. Most a legfontosabb feladat, hogy megteremtsék a stabil anyagi hátteret ahhoz, hogy a válogatottak megfelelően dolgozhassanak. Szeretnék népszerűsíteni a sportágat a fiatalok körében, a strandröplabdát pedig továbbfejleszteni. A női válogatott 28 év után jutott ki az Európa-bajnokságra, és a legjobb 12 közé jutott. A keretnek a nyíregyházi származású Szakmári Gréta is tagja. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Már több mint 1300 lakásban és 15 közintézményben kérték a fűtést Nyíregyházán, miután a napi középhőmérséklet 13 fokra esett vissza. Szeptember 15-én hivatalosan is megkezdődött a fűtési szezon. A Nyírtávfő Kft. A lakossági igények függvényében bármikor el tudja indítani a szolgáltatást. Véget ért az idei parlagfű szezon. A gyomnövény a nyári, hosszantartó száraz melegnek köszönhetően kevesebb ideig szórta a pollent, így életciklusa még az első fagy beállta előtt befejeződött. Az egész megyében kevesebb volt a sokak életét megkeserítő gyomnövényből, de azért így is 1 millió forint körüli bírságra számíthatnak a gondatlan földtulajdonosok. Az Idősek Világnapja alkalmából színvonalas, kulturális programmal köszöntötte a Nyíregyházi Önkormányzat a nyugdíjasokat. Az ünnepségen elhangzott, a jövőben hétfőnként a korábbi kedvezményeken túl további árengedményekkel fürdőzhetnek a nyugdíjasok a Júlia fürdőben és az Aquarius élményfürdőben. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Legközelebb pénteken várjuk Önöket majd a legfrissebb információkkal. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!